Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az eredeti Fényzen templomban. Ez a megnyitó után az első norma beszéd a Kjolcsen, és négy hét mögöttünk van. Ez már egy olyan távolság, ahol ha jól csináltad, akkor kezdheted elfelejteni, hogy ki voltál december elsőjén. Ha még mindig emlékszel rá, akkor valamihez ragaszkodsz. Gyönyörű bevezetőt hallottunk Manjó és arra inspirálhat mindenkit, hogy tényleg vegye komolyan azt az egy szál inkarnációt, amit ez a lélek ebben a testben most él. Mert ilyen többet nem lesz. Mit jelent az, hogy egy életet üveghangra kihúzatni? Nagyon sokan sikeresek, gazdagok, boldogok, biztonságban élők és jól informált, sokat utazó úri emberek és úrhölgyek szeretnének lenni, és még ha ez sikerülne is, az életük felénél rájönnek, hogy mindez részint kevés, részint sok. Tehát mi fér bele egy életbe? A válasz az, hogy amit igazán fontosnak tartasz. Ki fér bele az életedbe, akit igazán szeretsz? Akit nem szeretsz, arra nincs időd, amire nincs energiád, azt nem csinálod. Fordítva, amit nem csinálsz, azt valójában nem szeretnéd, és akire nincs időd, azt valójában nem akarod az életedben. Úgyhogy mire elég egy élet? Egyrészt tényleg nem tudjuk, hogy meddig tart. Akár ezen az estén valami becsapódhat, mint a dinoszauruszoknak, ugye? És csak a gyikok maradtak meg belőlük. Hát belőlünk még annyi sem maradna meg. Vagy holnap, egy év múlva, tíz év múlva, húsz, nem tudjuk. És ez a bizonytalanság egy elképesztő értéket tud adni az életünknek, mert hogyha itt és most nem változtatsz azon, amint tényleg kell, akkor soha nem fogsz. Gondold el, hogyha tudnád a végét, hogy van még x évtizeded, vagy éved, az milyen lenne? Nem lustulnánk el egy kicsit? Vagy nem lenne kicsit depressziósak? Nem öntenénk fel rögtön a garatra, hogy minden mindegy, hiszen még van 40 évem, és akármi történik, akkor is van? Úgyhogy nézd meg a mulandóság gyönyörű tanítását, mert enélkül az élet nem lenne értékes. A következő, hogy mindenki szabad szeretne lenni, és azt az óriási szabadságot, azt teljesen egy idealizált világban képzeljük el. Amikor pedig egy kicsit rájövünk, hogy mit jelent az, hogy testben lévő lélek, érzék érzékszervekhez kötött lét, akkor kiderül, hogy még öt percig sem tudunk megszabadulni az oxigéntől, a vége. És ezen kívül még az összes többi függőségünk van, szeretetfüggő, ételfüggő, italfüggő, barát és ellenségfüggő, és a többi, és akkor a szabadságból Ebből a hatalmas nagy, néha infantilis szabadságvágból az lesz, hogy felismered a függő viszonyaidat. Felismered azt, hogy a döntéseid, azok mennyiben függenek tőled és másoktól. Mennyire döntesz önállóan és kölcsönösen. És akkor a kölcsönös függőség, vagy az egymásra utaltság, ahogy szeretjük ezt mondani, tényleg tudatosodik. És ekkor tudunk igazából kapcsolódni a másikhoz, meg kiderül, hogy egymásra vagyunk utalva. Addig csak az én, meg a nekem, meg az enyém, és a többi. Ragozott személyes népmás. És jön a harmadik, a lét három alapjegyéből, ez pedig a tökéletlenség vagy befejezetlenség. Nincs olyan, hogy elérted a végét. Darmatanítói fogadalmaink között van egy hogy soha nem hiszem azt, hogy utam végére értem. Az egy nagyon veszélyes dolog, hogy befejeztetett a nagy mű, igen a tökéletesség forog, az alkotó narcizmusában pihen. Tehát ez így nem jó, és azért nem, mert ez egy alapvetően hamis képzet a világról és az emberről. Tehát minden változik, és hozzá is lehet tenni, és el is lehet venni belőle. És a tökéletesség, az akkor redukálódik inkább egy alkalmasság, vagy szépség, vagy valami olyan relatív fogalommá, ami egy kicsit emészthetővé teszi azt, amit az ember akar ezen a földön, és nem érheti el. Hát akarjuk a halhatatlanságot ebben a halandó testben. Akarjuk a tökéletességet ezzel a tökéletlen karmával, amit lehoztunk ide. És akarjuk a fene nagy szabadságot nekünk, az egyénnek, magának, aki ezer szálon függ a környezetétől. Úgyhogy óriási folyamatám ez a ráébredés, hogy pontosan mik vagyunk mi miért vagyunk itt. És ettől leszünk felnőttek. Szellemileg is felnőttek, és nem csak testben idősek. Ez a gyakorlat egyik vele járója. Nagyon jól hangzik az, hogy ismerd meg önmagad, találd meg igazi önvalódat, segíts a világon, ébredj föl, ez mind szép és jó, de akik teszik, akik tapasztalják, azok tudják, hogy még mi minden van ebben a csomagban. Nagyon hasonló ez ahhoz, amikor összekötöd az életedet valakivel, és három, öt, tíz év alatt kiderül, hogy még mi van a szépség csomagban, az erő csomagban, az okosság csomagban, úgy még együtt, a papír alatt, hogy szép lassan az évek tapasztalata szedi le a csomagolás rétegeit, és egyre inkább meglátjuk, hogy mik vagyunk mi, és kik vagyunk egymás számára. Ha ebben az ügyben, ami a felébredés és az útonjárás gyakorlattal segíthetek, akkor kérlek, tegyétek fel a kérdéseket. Hogy találom meg az irányt? Mi az, ami keresi? Nem tudom. Akkor már megtaláltad. Köszönöm szépen. Szívesen. Múltkor a Sunimmal dolgoztunk kint a kertben, és eszembe jutott egy zeneszám, egy ilyen sláger, akkor nem jól dolgoztál? Ő is ezt mondta, és <laughs> meglepő módon, és mondott egy olyasmit, hogy azért vagyunk itt az elvonuláson, hogy az ezek is kikopjanak a fejünkből. De úgy nem fejtette ki jobban, hogy vajon miért. Nem lep meg. Te se fejtett ki? Én sem. Kár. Lehet, hogy jobb ez így, hogyha nem fejtem ki, mert segít a kikopásban. Tartsd meg a nem tudható, tiszta, térszerű, tükörszerű tudatot, és ez az egész narratíva, amilyen személyes, karmikus film jelentésé összeáll, az előbb-utóbb kifogy. Tehát annyi mindent hallunk, meg látunk a saját tárháztudatunkból, a saját kis dualisztikus masinánkból, hogy egy idő után már tényleg unalmas. Na most az első három-négy hétben az ember szórakoztatja magát különböző zeneszámokkal, meg videókkal, meg dokumentumfilmekkel, személyes és egyéb narratívákkal, és egy idő után elképesztően unalmas lesz, és akkor rájön, hogy miért mondta Joe azt, hogy Ciprus van az udvaron. Úgyhogy ilyenkor a kert nagyon jó tanító, hogyha tényleg fölfogod a kert tanítását, és akkor a sláger az visszamegy a hangtárba, és nem tör be a tudatos személyiségednek a terébe, mert éppen ott és akkor fölösleges. Ha te uralod a karmádat, akkor használhatod. Ha a karmád ural téged, akkor az használ téged, ha akarod, ha nem. Na, ezért nem fejtem ki. Egyéb kérdés. Én azt szeretném kérdezni, hogy az egyik énekünkben szerepel a, ez a szentségnek a négy szintje, tehát ez a folyamba lépett, az egyszer nem térő, a, nem visszatérő és az arhant, és hogy erről tudná esetleg beszélni, hogy mit akarnak ezek a címkék, és amilyen engem még érdekelne, hogy a nirvánával, ez tapasztalatával milyen kapcsolatban állnak ezek a szintek. Megütlek 30-szor. Az nirvána. Azt hidd el. Tehát amit kérdezel, az az elméleti buddhizmus, és hogy ne ragadj az elmélet poklában, ezért holnap, amikor a nap már magasan jár, kérdezd meg ezt a hatalmas fűszfát itt. Fűzfa barátom, te a szentség hanyadik szintjén vagy, hogy olyan békésen bólingatsz. Tehát amit kérdezel, az a 90 fok az zen körön. És ez rendben van, csak az zen nem hagyott. És elvisz ide, vissza ebbe a pillanatba, amikor már a fák is, a lovak is, a napfény is tud tanítani. A téraváda klasszikus rangsorában, aki a, az energiáját befelé fordította, és rálátott a saját karmájának az áramlására, azt hívják úgy, hogy Sróta Ápanna, aki a folyamba lépett. Ez a tudat folyam, vagy a karmának a folyama, ami a múlt jelen jövő síkjában szépen áramlik, és a jó és a rossz bakugrásait követi. Az én és a más nézőpontjait veszi föl, legtöbbször az énét, és nem a másét, és ez a baj. Tehát aki a meditációban már egy picikét belelátotta abba, hogy ebben a lélekben mi történik, és a tudatosodás első lépését megtette, magyarul a tükörben legalább egy picike kis folt már letisztult, azt hívják úgy, hogy aki a folyamba lépett, és a tudat folyamát meglátta. Aztán ugye eltelik egy kis idő, és ha a karmád nagyon nagy részét földolgozod, akkor már csak egyszer kell születni ahhoz, hogy a végére érj. Ez a sakredagámin, az egyszer visszatérő. És az, aki ezt a karmát teljesen földolgozta, és nem kell visszatérnie, az az anagámin a vissza nem térő, és a teljesen megtisztult, az az arahat. Na most az arahat az elmegy a nirvánába, azt vissza se jön. Az anagámin, bár nem kell visszajönnie, ha véletlenül átnyergel a téravádáról a mahajánára, akkor bóthiszatva lesz, és akkor akár vissza is jöhet. Ugyanis itt a paradigmaváltása, a Téraváda és a Mahajának között az elég egyértelmű és eléggé sarkos. Képzeld azt el, hogy te, mint gyönyörűséges, szerzetes gyakorló, eléred az arahat szintjét, és rájössz arra, hogy te most már tényleg a nirvánába mész, most akárki meglássa, te már ide-vissza nem jövöl, mert annyira megtisztultál, és olyan tökéletes lettél, és az összes házszabályt be tudod tartani, és halkan eszel, meg minden, úgyhogy nirvána. Na most innentől kezdve rájössz arra, hogy akik téged támogattak, azok viszont itt maradnak a szamszárában, és a téraváda felfogása a szamszárának nagyon más, <laughs> úgyhogy az tényleg nagyon kemény, egy szupererős dualitás van a nirvána és a szamszárak között a klasszikus buddhizmusban. Nem kéne azért visszajönni, hogy ö, akik téged támogattak, vagy uram, bocsá, téged, megszültek, a világra hoztak, fölneveltek, segítettek, tanítottak, hogy egy picit ővelük is foglalkozzunk, hogy segítsük őket, és itt van az, hogy ugye a tudatosan visszatérő, ez a bóthiszatva. Azért bóthiszatva, mert a karmánynak nagy részét ledolgozta. Akár maradhatna is, de nem jön le, hogy végezze a dolgát és segítsen minden érző lényt átjutni a túlsó partra, akár nagynak, akár kicsinek látja önmagát. Emlékeztek a reggeli ugye, fogadalomtétel és menedékvételre? Na Ong Zenmester szavai, 13. század, Korea, Heamsa templom apátja volt, amit ő épített királyi segítséggel, 1200 szerzetes fértel benne fénykorában, utána a történelmi viharai porig égették. Nincs meg a templom, csak a helye, voltam a helyén. Hatalmas ilyen palotaszerű alaprajzok vannak, és bizony emlékeztet a mulandóságra. És arra a kölcsönös függés, hogy ha nem segítjük egymást, akkor senki se fog. Ha nem jövünk vissza egymásért, senki se fog. Ha nem haladunk az úton együtt, senki se fog. A mahajánának ez a fajta szemlélete, ez nem mossa el a különbségeket, és nem gyengíti le a polaritásokat, csak meghatároz egy középutat, Tehetsz akármilyen arahat, ha még 7,8 milliárd ember itten senyved, akkor te valójában nem értél el sokat, csak az egyén szintjén szabadultál meg. De anyu, apu, előző és következő feleségeid, barátaid, ellenségeid, azok mind-mind még itt. Szépen gyúrják, és ők még úgy kavarják, hogy berántja őket a kanál. Úgyhogy értük, visszajövünk. Ennyit a négy szintről meg a nirvánáról. A nirvána az egy nagyon érdekes állomás, nem szoktunk sokáig ott maradni. Akkor ragaszkodnánk az ürességhez. Tehát a megszabadulás azért kell, hogy tényleg érdel igazi önvalódat, egy darab, egy mákszemnyi karma ne ragadjon rajtad, semmilyen hamis azonosulás, Zéró dualizmus, nincs harag, nincs kapzsiság, nincsenek téves nézetek, ez kell, ez nagyon kell. De ha ebbe maradsz, akkor nyilván a beteg leszel. És ezért nem szoktunk sokáig ott maradni. A teljes értékű tapasztalás kell. Szunkszázemestet megkérdezték, hogy ha valaki ezt az ürességet ilyen teljességet tapasztalja, ugye, és akkor rágondoltak, mi az, ami tovább viszi? Miért nem marad a nirvánában? Azt mondja, a fogadalmak visznek tovább és itt pont a nagy bóthiszatva fogadalomra gondolt és nem az életmódot meghatározó fogadalmakra. Tehát az ő tanítása az bóthiszatvákat hoz létre és képez és tisztít le, és nem valamelyik létformát a hajas, a hajtalan vagy egyik vagy másik között tesz különbséget, lényegi különbséget, nem? te választod a saját karmát függvényében, hogy milyen életet élsz, de hogy azt ne csak saját magadnak, hanem másoknak. Nem csak a saját megszabadulásodra, hanem mások megszabadítására is felhasználod, ez a fontos. Ez az, ami túlvisz a nirvána mánián, hogy én az éntelen, én a megszabadult, tehát ezek tarthatatlanok. És onnantól kezdve az ember egy karmát átalakító, másokért gyakorló Világos életet tud élni. Köszönöm. Szívesen. Mangyó szunyim azt mondta, hogy tartsd be, hogy a mestered, amit mond, azt mindig kövesd, ha jól értettem. Én mesteremnek tekintelek, de nem követem mindig, amit mondasz. Helyes. Nagyon jó. Így tovább. De ha ezt követed, amit most mondtam, akkor tudod? Köszönöm szépen. Higgy saját szemednek, mert ha tisztán látsz, akkor abból tisztán látás lesz. Higgy saját fülednek, mert a ha tisztán hallasz, abból tiszta hallás lesz. Gondolkodj tisztán, érez tisztán, beszélj és cselekedj tisztán. A jó tanító eltűnik. A gyakorlati buddhizmusról szeretnék, mert elég sok elmélet van, elég sok az elmélet, és igazából arról volna szó, hogy mit csinálunk és minden este van egy fogadalomtétel, egy bótiz, négy bótiszatva amiben benne van az, hogy a tanítások sokrétűek, fogadom, hogy mindent megismerem. Így van. Ez a gyakorlatban mit jelent? Kérlek, ezt egy pár mondattal fejst ki. Köszönöm szépen. Minden tanít. Tehát reggeltől estig és estétől reggelig minden tanít. Tehát az ok és okozat látása, a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és helyes cselekvés vagy működés hármassága, ez folyamatosan eláraszt minket azzal, amit úgy hívunk, hogy természetes darma. Az a darma, ami nem szükségszerűen van leírva valamilyen könyvben. De az, ahogy beszélek és visszaszólnak hozzám, az, hogy cselekszem és válaszként cselekszenek, az, hogy érzek, gondolkodom és a többi, ez az ok és okozat működésének a folyamatos tapasztalatával jár. A leírt darma, akármilyen tanítás is legyen az, az körülbelül olyan, mint a halászháló. És foghatsz vele nagyon sok okos halat. Konklúziót, egyéb teknőcöt, rákot, stb. De amikor az élő darmáról van szó, akkor a gondolkodás csak tényleg egy része. Ez azt jelentené, hogy mondjuk a halász, aki rájön, hogy a tengert sohasem foghatja ki, az leteszi a hálót, és bemer ugrani a tengerbe, és úszni egyet. És a tradicionális halászfalukban a halászok nem úsznak a tengerben. 40-50-60 évig halásznak, és sohasem úsznak, mert ők a halászok. A tengerben pedig halak vannak. Az élő darma az pillanatról pillanatra mit csinálsz, mit mondasz, mit tesznek veled, mit hallasz, mit gondolsz, mit gondoltatsz, mit érzel, mit éreztetsz. És innentől kezdve az ok és okozat, az irányvétel, a szándék, ez mind-mind tanít. Azt kívánom, hogy mindannyian ússzunk a pillanatban folyamatosan, és soha se tátogjunk a kétség szárazulatain, hogy a cselekvés képtelenség zátonyára futtassuk a hajónkat. Maradjunk szépen a pillanat gyönyörűséges valóságában, mert valójában ez az egyetlen egy dolog, amink van semmi másunk nincs. És ebben a pillanatban manifestálódik az a tanítás, amiről a kérdés szól. És az írásokra óriási szükség van az elején. Az írások írott feladatot töltenek be. Az élő darma egy idő után nem függ ezektől az írásoktól, de a kezdetben nagyon fontos. Én tényleg kívánom azt, hogy a fák, a rovarok, a lovak és az emberek is tanítsanak minket. És amikor az élő darmáról van szó, vagy a minden tanítás megismeréséről, akkor ezt a zenben megtalálhatod úgy, ahogy Joe jo, azt mondja, kérdezd meg egy fát. Az gyönyörű tanítást fogadni. Ehhez kérdés. Nekem az lenne a kérdésem, hogy beszéltél arról, hogy szabad, tesz bennünket valamennyire a zen. De ha jól értem, itt az egyik fogadalomba, vagy lehet, hogy pont fordítva mondta, lényeg az, hogy célt határoz meg nekünk ez a zenbe való lét, hogy másokon segítsünk. A zen nem tesz szabaddá, a zen nem határoz meg célt. Mert akkor más lenne a felirat a kapu fölött. É, igen. Tehát ez... nem, nincs olyan. Te használod a zent valamire. És amire használod, az lesz. Emlékezz a templomi szabályok gyönyörű pajcsangi költeményére, ha a tehén issza meg a vizet, abból tej lesz, ha a kígyó issza meg a vizet, abból méreg lesz. Tehát a zen a víz, és benned lesz a zen valami. És erre kell nagyon figyelni, hogy a zen tanítás mi lesz benned, mivé változtatod. Okay. De akkor itt valamit én itt elfelejtettem a menet közben, hogy akkor én, ahogy így a karmámat szedem le magamról, úgy megszabadulok, de az nem egyenlő a szabadsággal. Vagy akkor ez két külön fogalom lenne? Fűtse tovább azt a kazánt rendszeresen naponta, hogy ne fagyjunk halára, és a kazán meg a tűzifa nagyon jó tanítást fog adni. Ez a kérdés így használhatatlan, de se baj, lesz itt még komolyabb is. Az, hogy a karmától való megszabadulás és az a szabadságfogalom, amit te szeretnél, az hogyan passzol össze, azt én ma este nem fogom megtanítani neked. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Én a térfigyeléssel, a hangok figyelésével dolgozom, és az lenne a kérdésem, hogy miközben eszünk, akkor nagyon sokszor mondod, hogy ne klimpirozzunk a tállal. Hogy az hát miért? Közben nem mondom, De mikor... előtte meg utána. Igen, igen. De igen. Hogy az miben különbözik az a hang a többitől? Nagyon sokban. Tehát az a hang, amit a katicák kiadnak itt az üvegbúrához csapódva, vagy ahogy elmenne gépjárművek esetleg az úton, azok olyan hangok, amelyeket nem mi generálunk, és nem a mi figyelmünket tükrözik. Ha például hangosan trappolva, mint a kipusztulásra kész orszarvú, végigrongyolunk a termen, vagy pedig, mint az elszabadult uh, ütős koncert, kanalainkkal és tájainkkal egy nem megkomponált darabot hozunk létre, akkor semmi más nem csinálunk, mint a saját figyelmetlenségünket demonstráljuk. Tehát az egész koreográfia, az összes megtarthatatlan részletszabály, az pontosan arra irány, hogy figyelj, figyelj, figyelj. Ez az első. A második, hogy nem sújtom felesleges zajszennyezéssel a környezetet, a teret, a másikat és a többi. Hát ezek a szabályok azt szolgálják, hogy magam is letisztuljak, és a kapcsolataim, az együttműködésem is harmonikus legyen. Ugyanis ha teljesen eleresztenénk a hajunkat, akkor két héten belül itt olyan koncert lenne a formális étkezés alatt, hogy az hidd hogy mindenkit zavarna. És ezért tartjuk ezt egy olyan szinten, hogy az erényes legyen, az erény gyűjteménye az, amikor nem zajongasz. Nem kell felesleges zajt. Ezért például nem csámcsogunk, nem böfögünk, nem adunk ki egyéb olyan hangot, amely spontán lenne, de mégis egy idő után a zavartól az enyhe megbotránkozási különböző negatív reakciókat váltanak ki a környezetben. És ezt érdemes haza is vinni? Nem. Annyiban érdemes hazavinni, amennyiben a környezet erre nyitottságot, befogadó képességet mutat, mert képzeld el, hogyha te hazaviszed a formális étkezés négy táját, és azt mondod, hogy szívem, szívecskéim, mostantól kezdve így fogunk kelni, és mondja, anyuci, te hol voltál? Na, oda gyorsan menjél vissza, felejtsd el, és majd akkor gyere vissza, amikor normális vagy. Tehát minden családnak megvan a maga kultúrája, ebben a saját zajszintje, és gyakorlatilag a taníthatóság mértékéig érdemes ezt vinni, de úgy, hogy ez természetesnek érezzék, és nem esterségesnek. Nem tudod elmondani, hogy te figyelj, egy 1500 éve gyakorolt koreai kultúrából hozom neked ezt a pálcikát. Anyuka, álljál le, nekem a rántott hús kell, meg a húsleves, meg a hasárburgonya, és ezt az egészet te hagyjad itt, úgy, ahogy van, hagyjad itt szépen az úgy szélén, és be ne hozzad a házba. Tehát vigyázzunk ezzel, mert ez a, azt mondom, helytelen felfogás vagy abszolutizálása, és nem rád értem ezt, a formának az tényleg többet árt, mint használ. Nézzük meg azt, hogy mi az, ami a szenvedés ténye, oka, megszüntetés és a megszüntetés útja. Tehát előbb-utóbb minden családban leszoktatják a gyereket a cupogásról, a csámcsogásról, hogy összekenje magát, és a többi, és ez így normális. És ez tovább nem is nagyon érdemes vinni. Az, hogyha valakinek például evés problémája van, tehát vagy anorexiás, vagy bulimiás, és így a kettő közt ilyen egyéb szélsőségek, akkor viszont az étellel való kapcsolatát azt érdemes letisztázni, és ehhez a szertartás és étkezés eszméletlen. Tehát olyan alkalmatos, vagy alkalmatosabb nem is lehet. Miért? Az étellel való viszony, az a saját vágytestedhez való viszony. Ahogy elsajátítod a külvilágot, az jellemző arra, hogy a vágyaid működnek. A vágytest az gyakorlatilag az azonosulások bizonyos konfigurációja. Mennyire azonosulsz a különböző ízekkel, illatokkal, az étel érzetével, egészen ajaktól a gyomor végéig, ugye? És itt kőkeményen kódolt korábbi karmák vannak. Volt nálunk egy szingapúri szerzetes, farúszuni, ilyen nyolakott napköz is, és így csápolta az ételt oda-vissza, és gyorsan és halka nevet, és, és mondjuk, farúszuni, miért kezelette így az ételt, mintha az utolsó kapcád lenne, és miért vágod oda, és egyébként pedig tök jó fej volt. És szóval, értsétek meg, nagymamám engem gyerekkoromban mindig kajával tömött, és már untam, már utáltam, de mégis megettem. Csak akkor mondom, hogy Szunyi, hogyha te ezt tudod, akkor miért nem tudsz változtatni rajta, hiszen látod, most mondtad el. Hát mihelyt elkezdek enni, visszajönnek a régi rutinok és a régi karmák, és mondom, de nagymama nincs itt, jó? Ő Szingapúrban van. És akkor küzdött még egy ideig, aztán nem láttuk. Visszament Szingapurba. Úgyhogy az ételhez való viszony az nagyon fontos, mert ahogy fölépíted a testet, az nagyrészt az evéssel kezdődik, aztán pedig különböző tevékenységekkel folytatódik. És az, hogy tudatosan, figyelmesen eszel, és érzed az ízét, és hallod a hangját, és az egészet kódolod, regisztrálod annak, ami, és lefosztod róla a korábbi karmát, az maga a tisztulás ez a tudatos étkezés, ez az étellel való és így a vágyakkal való karmát, azt nagyon-nagyon tudatosítja. Most gondold el, valamelyik nap kezembe veszem a csuppit, és mielőtt elkezdenénk enni, fel volt már szolgálva minden. Vártam. Ezt tudod, mikor fordult elő? Ma délben. Ma délben. Emlékszel rá? Igen. Olyan figyelem volt a teremben, te! Tehát ez a, Első másodperc, valami baj van, nem ütötték meg. Második másodperc, hűha, lehet, hogy ma nem eszünk. Itt fogunk pusztulni a telá fölött, mert nem engednek. Ötödik másodperc, relax, valami tanítás lesz ebből. Kinyitja a száját, és akkor itt alszunk, vagy nem? És a tizedik másodpercben eldördült a csukpi, miután nem szóltam egy árva szót sem, mert akkora ment a helyére a tudatokban az, hogy gyerekek, nem támadjuk meg az étkezést, mint inváziós hadsereg a laktanyát. Nem. És szavak nélkül ez a mostani ebéd komél Pontosan úgy, ahogyanak történnie kellett. Miért? Mert rájöttél. A szavak nélküli tanítás által rájöttél, hogy pontosan mit miért csinálunk. Hurrá! Elkanászodik még egyszer a társaság, hosszabb lesz a szünet. Mert már várja, számolja, ez jó? Most ez ugyanaz, mint volt aznap délben. 10, 9, 8 és még két perc, és nem történt semmi. Mert számolsz azért. Szóval nagy titokám ez az étkezés, és ugye a csoport szinten elmondhatom, hogy akik ezt kitalálták, azok tiszta géniuszok voltak. Tehát először, amikor így ilyen siheder ötfogadalmas zengyakorlóként, 1990. decemberében egy ilyennel megtámadtak, hogy négytálas a étkezés. Te olyan gyorsan még nem láttál embert jobbra-balra nézni, mint ahogy én. Olyan elképesztő töredék instrukciókat kaptunk, és meg kellett csinálni. És azt néztem, hogy ki mit csinál, tehát egyszerre voltam itt, meg ott, meg amott. Így vizuálisan. Miután elsajátítottam, azt mondtam, hogy jó, hát így is lehet, hát nem haltunk éhen, így is lehet enni, és ez úgy tartott egy pár évig. És amikor Koreába kikerül az ember, és egyszerűen 40 fő van a teremben, akkor rájön, hogy valójában ezt miért találták. Hát az eredeti egy tál, ami a buddha idejéből van, és mai napig Tájföldön meg ilyen Téraváda országban, ilyen nagy, ilyen sajtárszerű, ilyen bádok cuccot látsz, és abban mindent beleraknak, azt mondják, hogy egy kijöntik az asztalra, és akkor az van. Kínában négy, tehát négyé dagadt ez az egész, és egyszerűen azért, mert a buddha az első, eredetileg abban csak a rist tennénk. Tehát ezzel nem sújtunk senkit, mert hogyha azt a szabályrendszert hoznánk ide teljes egészében, ami Ázsiában már nem sokan ennénk itt, az biztos. Úgyhogy ez már a könnyített verzió, nyugodját -e meg. És <laughs> fogtuk, és az első tál, a legnagyobb, az a buddha tája, abba teszed a rist, és csak is a rist. Utána az zöldség, és utána a leves vagy saláta, és a negyedikben van a tiszta víz. Ez azért kell, hogy egyrészt különítsd el a különböző ételfajtákat, egy, kettő, teljesen önállóan, autonóm módon intézd a zárt tálkészlettől, a zárt tálkészletig a felszolgálást, evést, mosogatást, szárítást, egyebet, és így alakult ki a négy. Ez gyakorlatilag Tang dinasztia Kína. És hogyha megszorzod, akkor megfelelő infrastruktúra esetén több ezer főt lehet így, ilyen módon kulturáltan étellel ellátni. Döbbenetesen le lehet fokozni a négy tálat kettőre, de kettőn alacsonyabbra nem lehet, hogy kapsz egy egytál ételt, meg, be, meg vizet. És kész, forró vizet. És megetted, utána kimostad, maradékot megittad, és nincsenek ilyen mosogató leányok és legények, nem. Csak a konyhai cucc. És hogyha elkezded osztani, néha ja, tudatilag megjelenik, hogy mi lenne olyankor, hogyha mondjuk ezer főt így ki kéne szolgálni. 20 50 lenne a szám, az 50 az 25 mindegyiknek lenne egy vezetője, lenne 24, és mindegyiknek egy kör. Ha megvan a megfelelő edényzet és a töltés bele, ugyanúgy, az kicsit tovább tartani, egy órán belül ezer ember meg tudná védelni. Gondold el? Tisztán. Nagyon tisztán. Tehát ennyire zseniális a dolog. Hétfő alatt nincs formális étkezés. Még kilencig is egy kicsit húzós, de kilenctől indul fölfelé, és gyakorlatilag a felső határa csillagoség. Köszönöm Egyéb, szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Szintén Sunim mondta a bevezetőben, hogy emlékeztest magad, hogy miért gyakorolsz. Én már három éve gyakorlok, de nem tudom, hogy miért gyakorlok, csak itt vagyok. Így nem tudom magam, mire emlékeztetni, és még mindig annyit szenvedek és szenvedtetek, hogy igazándiból abba is hagyhatnám. Próbáld meg abba hagyni, nézd meg, hogy akkor mi lesz. Nem szeretném. Na, akkor viszont tudod, hogy miért csinálod? Nem tudom. Érdekes lény vagy, te hallod. Tehát... nem mondom meg. Még ha tudnám se, hogy miért csinálod, az a frázis, hogy ébredj föl és segíts minden lényen, az mindenkinek szól. Az, hogy te saját magad miért nem hagyod abba, az a te kincsed, a te drágaságod ez nagyon fontos, hogy te, ha tudod, ha nem, folytasd a gyakorlatot, és az előbb-utóbb kapcsolatot fog találni a szenvedéseddel, és akkor hirtelen beérik. Akkor a két komponens együtt nagyon komoly ragasztó lesz. Tehát olyan lojalitás, olyan elszegődés, olyan hűség alakul ki, amit kívülről soha nem lehet belédoltani, és senkibe sem. Tehát amikor látod, hogy a gyakorlat pontosan hogyan tisztítja a tudatot, és hogyan nem teremted újra a szenvedésedet, én nem hinném, hogy annál erősebb motiváció kéne. Még három év aztán újra megbeszéljük, jó? Rendben. Szívesen. Köszönöm szépen. Engem ez a szeretet függőség egy kicsit érdekel még, hogy erről... Hát az engem is hallod. Nem, mert miután... nem tudunk megszabadulni tőle. Tehát olyan ez az egész emberi lény. Nem mondjad? Hogy uh, igazából mielőtt idejöttem, nem igazán tudtam, hogy szeretet függő vagyok, vagy hát lehet, hogy nem És itt tudtad meg, ez olyan jó érzés, te! Ez hát itt többek kiderült? Között is. Hát micsoda darma! Hát ez egy gyönyörű, mondjad! És hogy uh, hát például többek között korábban azért meditáltam, hogy így a szeretet az egy célja volt annak, hogy növeljem a szeretetet és a mindennapokban a működésében, De hogy hogyan lehetettől megszabadulni? Vagy szóval, hogy most az, igen, hogy mit tanácsol? Nem el? kell a szeretet? Hát most mondtad, hogy szeretet függő vagy, de nem csak te mindenki. Igen, de hogy, 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 hogy hogyan szabaduljak meg ettől? Nem lenne esetleg sokkal előre mutatóbb a függéstől megszabadulni, de a szeretet maradna? Az milyen? Jó. Egyet értünk? Igen. Jó. Akkor holnap négy óra, itt reggel. Köszönöm. És tapasztalod a szeretetet függés nélkül. Hát amikor neked kell és csak nekemnek, magamnak általam és érettem, akkor az a szeretet énes és függő. Mihelyt énes, függő. Mihelyt tudsz szeretni és nem vársz érte semmit cserébe, majd az univerzumban tesz egy kört, és egy szúnyog rád mosolyog, akkor nem függsz a szeretettől, csak szeretsz. De az univerzum egy nagyon érdekes, hogy mondtam, nem személyes, de intelligens valami. Az ok és okozat törvénye világos. Tehát előbb-utóbb akár kis pálya, akár nagy pálya, de a bumeráng az visszajut hozzád, tehát halál megvető bátorsággal szeres függés nélkül. Jó? Az előző kérdéshez kapcsolódnék én és a szeretettel kapcsolatban. <kül> Sokan tanítják manapság azt, hogy ahhoz, hogy szerethess másokat, először magadat kell szeretni. Most ezt uh, én úgy érzem egy kicsit, uh, mondjam, hogy a többsebből vérezne ez számomra, csak nem tudom megfogalmazni jól, hogy miért. Én se, de tényleg többsebből vérzik. A magunk szeretése, egy kicsit olyan rövidre zárt áramkörnek, ilyen érzelmi rövid zárlatnak tűnik. Fogadjuk el a karmánkat első körben úgy, ahogy van, és utána, ha kell, változtassunk rajta, de a szeretet az valahogy az univerzumban tegyen egy kört, legalább egy macska erejék, vagy egy kutya erejék, ha már a humán az útban van. Tehát néha útban van. És akkor fogja magát az ember, és hogyha a szeretés kockázatát elvállalja, akkor lehet, hogy a viszont szeretés fáradalmait is el tudja viselni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyszerre dolgozzunk egy kicsit magunkon, hogy szerethetőbbek és szeretett képesebbek legyünk, oda és vissza. De ez a magunkat szeretni először és utána másokat, ezt tényleg többsebből vérzik, mert ez az egyenes út az érzelmi önzés felé. Ez mindig falba fog ütközni. Tehát a legjobb példa egy olyan lény, aki mondjuk két évig járt minden héten többször önismereti tanfolyamra, és utána már senki nem tudta elviselni szeressünk, vállaljunk egy ilyen kockázatot, és ismerjük meg közben önmagunkat. És miért kockázatos szeretni? Uf, mert nyitott leszel. Megsebezhető, meg érzelmes. A szeretettel egy csomó minden történik, például átalakulsz. Te. Leomlanak a falak. Végre valaki ezt tud százszerzelékig kapcsolódni. Mondjuk megszűnik az egó határ. Ez iszonyú veszélyes. Meg valaki mondjuk odaborul a válladra, te meg ő hozzá vissza, és ad egy puszit, hát ez valami hihetetlen. És így, és így kezdődik. Van ez a, az, az öröklét csillogása a szemekben, így, 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 egymásra, és az a rezdülés, ami a szívekben van, ott valami olyan meghaladás kezdődik, ami az egyből először kettőt, aztán sokat csinál. A szeretet a legveszélyesebb dolog és a legszükségesebb dolog, mert enélkül nem tudnánk kinyílni és most nem beszélek az összes többi aspektusról. De ez enélkül nem tudunk élni. Aki elmagányosodik, elszigetelődik, nem talál kapcsolatot a másik emberhez, a világhoz, a másik érző lényhez, az előbb-utóbb vagy megőrül, vagy meghal. Így ennyire függünk ettől az egésztől, egymástól, a szeretettől. És nincs más hátra, mint előre, hogy megtudjuk, hogy mi az, megtudjuk, hogy kik vagyunk mi, így ezen keresztül ki a másik ember. És a legnagyobb veszély az, hogy leengeded a pajzsot, és leteszed az állarcot, és megmutatod önmagad. És így. De nélkül nincs szeretet. Szeretném azt, hogy itt, ezen a helyen mindenki az utat járja. Ne csak a filmet nézze, hanem az utat járja és akkor tényleg meg tudjuk haladni a karmánkat, és elérhetünk egy olyan spontán tiszta állapotot, ahol a szeretet és egyéb ilyen specifikusan emberi minőségek, amelyek nélkül nem csak, hogy nem tudunk élni, hanem nem is érdemes élni. Ezek megnyilatkozhatnak, és minden lény javát és felébredését szolgálják. És tudd azt, hogy minden, amit ezen a helyen teszünk, pontosan ezt a célt követi, akármennyire is szigorúnak, néha sarkosnak, megmagyarázhatatlannak tűnik, de a végeredmény a fontos, és az eszközrendszer ebbéli harmóniája. Hogy harmonizál azzal a célral, amit el szeretnénk érni. Van kemény szeretet, van lágy szeretet, van sokat beszélő szeretet, és van szótlan szeretet, és itt mindegyikből kapsz. Úgyhogy szeretném azt, hogyha ezt az egészet, amit csinálunk, tényleg úgy látnád, ahogy azt a pátriárkák és az előttünk járók kitalálták, és nekünk át hagyományozták, hogy ébredj fel és szeres másokat. Jó. Köszönöm a figyelmet.